10 éve készültek ezek a felvételek. 2010-ben rég látott hatalmas viharok pusztítottak az országban, ami alól Szabolcs-Szatmárberek sem volt kivétel. 8 csendesebb évet követően tavaly ismét jócskán megtépázta a megyét a vihar, ami aztán idén szinte ugyanakkor június végén csapott le a térségre. Noha a május elején kezdődő viharszezon augusztus végéig tart, az már most látszik, hogy az idei az előző 2 événél többe fog kerülni a biztosítóknak. A júniusi 5 milliárd forintot követően a júliusi időjárási anomáliák legalább 2,5 milliárd forinttal terhelték meg a biztosítók büdzséjét, derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének adataiból. Az egyre gyakoribb jéggel, villámlással és felhőszakadással járó károkozó viharok miatt nem mindegy, tehát rendelkezünk-e lakásbiztosítással. A károsultak akkor szembesülnek egy bizonyos biztosítással, hogy az mennyire jó nekik vagy nem, amikor a kárrendezésre kerül a sor. És sajnos elég sok kárt el kell utasítani, hogy nincs benne az adott kockázat az ő biztosításába. Érdemes ezeket a biztosításokat szakemberrel megnézetni, ugyan meg lehet kötni interneten is, de azt szoktam mondani, ez nem olyan, mint egy GFB, hogy megkötöm a legolcsóbbat, azért itt egy ár-érték arányt kell nézni egy vagyonbiztosításnál, mert nagyon eltérőek. Tehát hiába van beírva egy beázás, ugyanannál biztosítónál és másik hatnál nem ugyanazt tartalmaz. Az sok mindentől, mások mellett a vagyontárgyaktól, a lakás elhelyezkedésétől függ, milyen biztosítást érdemes kötnünk, a legmegfelelőbb kiválasztásában is tud a szakértő segíteni. A paletta pedig igen széles, rengeteg biztosító versenyez egymással az ügyfelek bizalmának elnyeréséért. Ez egyéntől függ, mindenkinek a pénztárcájától, a lakásától, habitusától, hogy melyik biztosító neki a legmegfelelőbb. Ezért kell szakemberhez fordulni, mert ő meg tudja találni, épp úgy, mint egy orvos, meg tudja találni az ügyfélnek, hogy mi a problémája. Egy orvos is meg tudja találni, hogy az adott lakáshoz, az adott ügyfélhez melyik biztosító, melyik terméket tartozik, mert egy biztosítónak is van több vagyonbiztosítási terméke, és az se biztos, hogy melyik illik az ügyfélnek a vagyonához. A szakember elmondása alapján érdemes 3 évente megnézni a kínálatot, ahogy a lakás korszerűsítések után is fontos a biztosítás felülvizsgálata. Sok kockázati elem ugyanis nincs benne a régebben kötöttekben, és az ingatlan értéke is változik az idő múlásával. Jelenleg egyébként a hazai lakosság mintegy 3/4 rendelkezik lakásbiztosítással.